Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk Ézsiás Antal tanár úr kertjében, és egy nagyon szép tubarózsa ültetvény mellett állunk. Hogy hogyan is került karcagra ez a tubarózsa, arról kérdezzük tanár urat. Hát ez a tubarózsa már az én szaporításom, ennek az elődje, ez előbb 15 éve Szabó István, tordai származású kollégám, családi birtokáról került, akkor beoltott ezzel a virággal, hogy próbáljuk meg. Megpróbáltuk ugye odahaza, még édes apósom még kertjében, aztán itt a nagyobb kertben is, először 5-10, aztán nagyobb darabszámban szaporítottuk, termeltük, és úgy nagyon tetszett egyébként, úgy olyan izgalmas virág, mert nem ismertük, és mi ma sem ismerik nagyon sokan. Teljes joggal, mert ugye gyakorlatilag köztermesztésben nincs, virágboltban alig-alig található, és csak külön megrendelésre mennyasszonyi csokorba esetleg, vagy valamilyen egyéb zárt helyen egyébként, nem temetői virág egyértelműen. Ez a szaporítást addig eljutott, hogy több mint 300 tő az, amelyet átteleltettem. Ez egy hagymagumó, amelyeket ugyanúgy, mint a kardvirágot gyakorlatilag ősszel felszedve és télen elrakva, megfelelő hőmérsékleten tárolva, egyébként nagyon fagyérzékeny, tavasszal aztán elővesztük és megválogatva, gyakorlatilag beáztatva, valamikor ugye április végén, május elején ültetjük ki. Igen, melegigényes, és amellett nagyon vízigényes, tehát nem egy igénytelen növény. Jelenleg a melegigénye megvan, a vízigény az eléggé attól függ, hogy én mikor érek leöntözni, de ha nem öntözöm, akkor sajnos ez nem fog ilyen szépen díszleni. Itt az előbb beszéltünk, és mondta, hogy ez nem allergén, tehát nem lehet ettől allergiásnak lenni senkinek. Igen, ez a növény érdekes módon, amennyire illatos, így allergia szempontjából egyáltalán nem veszélyes. Tudnélik, a porzók azok mélyen ülnek, és lényegében nem kerül a levegőbe, és ezért az illata az, amelyik talán inkább veszélyes lehet, mert nagy töménységben gyakorlatilag ugye bódultságot és eszméletvesztést is okozhat. Óriási illata van, már most is érezhető, persze ekkora tömegben nem csodálkozunk, hogy erős illata van, de egyetlen szárnövény egy szobát, egy nappalit gyakorlatilag eláraszt egy egész hétig. Az az elméleti és gyakorlati ajánlás, hogy egy hétig egy szál tubarózsa egy lakást ellát illattal. Nem véletlenül parfümnövény, és ugye a középkortól kezdve parfümként is termesztik, és ahonnan származik, ugye Erdélyből, Tordából, ott a származási helyén gyakorlatilag nagyobb mennyiségben, ikersorban parfümnövényként termesztik. Tehát gyakorlatilag ez a gyakorlati haszna. Tordán önnek szerencséje volt, hiszen egy tubarózsa kertészetben ültetvényen nőhetett föl, tehát ön már gyerekkora óta csodálhatta ezt a szép növényt. És mit tudunk erről a szép növényről, hiszen csábítás virágának is ismerik. 15 évvel ezelőtt, mikor áttelepültem Tordáról Karcagra, úgy gondoltam, hogy magammal hozom ezt az örökséget, hagymagumó, tubarózsa hagymagumó formájában, és virágszerető barátaimnak ajándékoztam egy néhány tövet, illetve hagymagumot, hogy hát, hogyha itt is meg tudjuk teremteni a tubarózsa termesztésnek a háttérét, illetve a feltételeit. És miért hívják a csábítás virágának? Hát a csábítás virágának azért hívják ezt a növényt. Leginkább Rózsa Pál zeneszerzőnek az idézetével szeretnék élni, aki azt mondta, hogy a testi és a lelki kéjnek a virága. Illata miatt, exotikuma miatt mindent elmond magáról. És hát volt köze a csokoládé ízesítéshez is, úgy tudom. Igen, a Kolumbusz előtti őslakos indiánok, az asztékok tulajdonképpen a kedvenc italuknak, egy csoki italnak az ízesítését a tubarózsával készítették, végezték, ezzel ízesítettek. És volt, aki a vágy virágaként is használta, hiszen erről is mondott történeteket nekünk. Annyit tudok róla, hogy a reneszánszkori Olaszországban a fiatal lányokat nem engedték a tubarózsa ültetvények mellett sétálni, nehogy megrészegüljenek ettől a bódító illata, és nehogy könnyen csábításba essenek. Ugyanakkor a híres napkirály udvarában tulajdonképpen a napkirály ágyasa
mellé tubarózsát tettek, azért, hogy így próbálják ki az illata által, hogy terhese vagy nem, mert bizony, hogyha megillatozza, megszagolja a tubarózsát, akkor rosszul lesz az illatától. És hát akkor a parfüm az, ami a napjainkban inkább azért jellemző, hogy parfüm alapanyagaként is használják. A ma felelhető parfümök alapanyaga a tubarózsa, oly nagy mennyiségben tudja ontani az illóolajat a húsos virágaiból. A franciaországi, olaszországi, jávai, illetve dél-amerikai ültetvényeken 90%-ban illóolaj termesztésre használják a tubarózsát. Erdélyben csak vágott virág termesztésre, hajtatásra esetleg, hogyha iskolakezdésre vagy az ottani Mária napra próbálják meghajtatni, illetve termeszteni. Ez azt jelenti, hogy augusztus 15-ére már virágoznia kell a tubarózsának. Az erdélyi, illetve a tordai körülmények, klíma, éghajlati viszonyok között.